Sziasztok, Zó vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a Projectozone 3 modpack végigjátszás következő részében. Ugye előző részben, egy kis idő eltelt, nem is tudom mit csináltunk, azt mondom, hogy ezt felupgrade-eltem, most már mindenhol Iron van, rengeteg Iron-t elhasználtam, de nem gond, megoldottuk. Ugye ő neki kellene a következő szintjét, most már van elég Shearstone-om, ugye van benne, tehát nem mindig dolgozik. Ja, csinálja. Jó, tehát az alakul, hát a darágatás, azt majd még tekergetem. Szóval, meg lesz majd a Tinkersnek a következő verziója, de arra gondoltam, hogy most már nagyon, ja igen, nézegettem ezt, hogy ugye a Netherbe is elmegyünk, oda is kell kék, vagyis tojás, sugar, wheatet tudok csinálni, milket, teheneket láttam a környéken, viszont tojás már nagyon kéne, tehát a mai részben ez lesz az első feladat, ugye ehhez is a Hunting Dimensionhez is kell nekünk, ahhoz, hogy ilyen arról csináljunk, kell fedőr, azaz toll, tehát a csirke nagyon kell, annyira, hogy nem is kellene megölni, tehát valószínű, hogyha találok is csirkét, akkor azt el kéne hozni magammal. Mik vannak enne? Van valami lasszó? Vagy hogy ó, van ilyen, hogy lasszó, azt csak így beírtam, de ó, arany, tehát ez nem is drága. A körsz az ugye a nem jó mobokhoz, de hogy ez nem drága, tehát aranyam még volt is, valahol csináltam arra. Ó, ide nézzetek, itt van. És ó, ez is mennyi van. Tehát lehet, hogy ezzel lenne a legegyszerűbb. Na, kicsit mellékrikkeltem, hogy ilyet, mert ugye a másik lehetőség az a rendes Minecraftos. Hát nézzük, négy dolog. Rendes Minecraftos, hogy hívják, az nem lasszónak hívják, hanem hogy csak nem itt eszembe a neve, hogy magaddal lehet vinni. De az azt hiszem slime kell, szinte biztos vagy benne, hogy slime kell, most így keresgélem jobb oldal, de... Azt hiszem ez az. Jó, hát itt máshogy néz ki, ugye ebbe a resource packbe, de igen, hogy valami... Rice-ból, várjál. Ja persze, mert hogy a rice is jó nekünk, mint slime, de itt most nincsen rice-unk, viszont milyen jó, hogy ez így eszembe jutott, akkor már ezt újra telepítjük, 15-öt levágtam, és akkor mégiscsak több lesz, mire jövünk legközelebb. Viszont igazából nemrég keltem, miért van nálam ez a kábel, generáltam, hogy az előző részben ugye azzal játszadoztam, de mindegy, ó, ez is itt megcsinálta a négy láb, mindegy, most nem tesszük félre. Szóval ott már be is jelöltem, hogy ott láttam csirkéket, kicsit mászkáltam itt a részek között, aztán nem volt nálam semmi, ezért visszajöttem. Ugye ez a rizs, csak nem, na azért. Tehát a rizst is meg kell becsülni ezek szerint, mert hát ugye ez majd slime golyóknak jó lesz, és egy más slime-ot nagyon nem láttam. Tehát ezek a nagy golyók, ezek igazából meg lehet enni, de a szörpnél nem jobb, mint ami van. Ugye ez a apple juice. Hát most nem is vagyok éhes. Malackák vannak a környéken, azokat most nem akarok vinni, de a csirke az kell. Ott is van tehén, még több malac, tehát ezekkel nincs baj. Sőt, bárányokat is láttam ott a hegy lábán, ahogy jött a bázis, mellette van egy hegy. Ott láttam bárányokat, azokkal nincs baj. A Minecraftos lasszóval ugye az a baj, hogy itt végig kell húzni a csirkét, és ez tényleg nem olyan jó, tehát jó, hogy eszembe jutott az a másik. Remélem, hogy úgy működik, ahogy sejtem. Ó, halljátok ezt? Na, gyere! Ej, de jó, és jelzi is, hogy van benn valami. Szuper, titeket aztán most jól felturbózunk. De szép helyezés, te nézd már, milyen jó kis tó, néhány fa, háttérbe dombok, Istenem, de szép ez a shader, meg ez a resource pack, meg jó kis, ugye, mert ez is tök logikus, hogy a rizs, az ugye a vízbe szeret. Jó, tök jó, meg van csinálva, tök jó. Ja, meg akkor kiszedjük az összes azért, agyagot, mert hát ez ugye, az elég jól elhasználtuk. Na, itt a mellette lévő kis pataknál, ott egy ló, ló is van, aj. De most engem ez érdekelt igazából, ezt is majd ott el megtenyésztjük, jól meg... Olyan, hogy így gyorsan mentem, de jó, lampfa meg minden. Kéne csinálni egyszer olyat, hogy az összes ilyen gyümölcsfát, ott is egy, ilyen
mi az Lucky Block. Szóval az összes gyümölcsfát összeszedni, és csinálni belőle egy ilyen gyümölcsös kertet. Nem azért, mert hogy nem, érted, nem tudunk meglenni nélkül, csak milyen jól néznek. Itt is vannak pacik, tök jó. Na most viszont, hogy végre van csirkénk, fogadjunk, hogy mindenhol csirkék lesznek a visszaúton. Raspberry push. Ezt elviszem. Ez is jól néz ki. Na, mit vagyunk, még át kell úszni. Na, azért nincsenek csirkék mindenhol, csak olyan fluid telnek. Azok nagyon jó pofák. Azokat meg... Hoppá! Jó, sikerült. Igen, itt már múltkor találtam ilyet, ez jó kis nőtt. Na, elütettem. Most akkor tovább ütetem. Kell majd... A rizs is kell. Na, ugye a cukor az majd kell, ugye a tortához az is kell. Mennyit? Ó, 19. Nagyon jó, és azt most még elültettem, sőt, még egy kicsi. Tök jó lesz. És van még 13 rizsmagom, azt is akkor ide szépen betesszük. De várjál, lehet, hogy ez... Nem, ez sem megy sajnos tverkre. Ez a répa, ez megy. Ez megy. Ez nő, mint a gomba. 38 mag, te jó. Tudom, hogyha így szépen kiüt, nem ütöttem volna ki egybe, hanem így tudjátok, így egyesével akkor is működött volna, de hisz meg, hát nő, mint a gomba. Csak egy kicsit tverkelek, aztán már... Már tele vagyunk répákkal. Amúgy volt valami upgrade, elméletek valami kvarkok, hogy valami kikerültek, annyira nem figyeltem rá, de mindegy, lepakoljuk szépen, amit szereztünk. Aztán ugye elültettem az összes magot, Iron Piece, Raspberry, ezeket így ide teszem, pedig hát nem szabad elfelejteni, a csirkéket majd fel kell növeszteni, arra majd keresünk még magot. Na, ugye a magkeresésnek az egyik lehetséges része, hogy az ember elkezd füvet ütögetni, az orexkavátor miatt ez így most egy kicsit könnyebb is. Ó, ez meg madzagot ad, ugye? Flaxseedet. Mindenféle magot kapunk, nem csak mi az cotton seed, ja igen, négy seed, több ilyen más magot kapunk, mint a industrial hemp. Pumpkint is kaptunk. Az igen, az nem, addig nem volt ilyen. Hú, kávé, jaj, jó kis kávé. Hú, még gomba is nőtt. Na, milyen jó. Ha, beteltem. Kiütöttem valamilyen ilyen izét, amiben sok franc volt. Na, ezt jó megmondtam. Tehát vannak ezek a tárolók, amiben többféle növény van. Na, azt kiütöttem, és hát így rengeteg dolog van. Hát ez a rendszer is betelt, gyerekek, nincsen. Nincsen normális tároló rendszerünk. Ezt ugye meg tudnánk oldani egy jó kis emi rendszerrel. De jó is lenne, nem kell ennyi, de kiteszek néhány azért, ugye a növénytermeléshez. Egyelőre így megoldjuk, aztán de itt több azért földet kéne berakni, csak ide teszem mellé. Csak ugye ez a baj, hogy ki is kell egyengetni. Na, mindegy, kirakom ide, ami most van. Majd csak így leszórom. Bám, nem raktam le. Mindegy, lerakjuk most így. Ja, ugye ezért nézzük meg ez a fatermelő részt itt. Tehát nem is a fa a lényeg, mert abból persze, hogy bőven termünk annyit, amit soha nem fogunk elhasználni, de hogy nézd, mennyi alma. Tehát az alma is, jó, ez mondjuk, igen, tehát itt azért nincs annyi, ugye itt megy az almafa. Érdekes, hogy a sima fa az hoz annyi almát, mint az almafa, csak még talán több a fa. Ez is almafát hoz. Jaj, nemrég alakítottam át sakurára, de ja igen, hogy volt előtte, de sakura az csak nem hoz almát. Jó, tehát ez itt nagyon húzza a fákat, nagyon jönnek a fák, mármint hogy a wood, amit majd fel lehet használni. Hát nyersanyagból nem állunk olyan jól, mint azokból. Ja, ezek azok, amik itt tele vannak mindenféle növényjel. Mi ez? Ja, ez a Pumps Harvest Craft. Igen. Ez megnöveli úgymond a helyigényét a növénykereskedésnek vagy termelésnek, de hát nem baj. Szép lesz. Szép növényeket ad, vagy ilyen gyümölcseket, érdekes változatosság. És mennyi mindent lehet belőlük főzni? Kéne egy éttermet csinálni. Há, én étek, ha csinálnék egy éttermet. Persze az étterem drága lenne, ám hoppa, hogy átűröttem, láttátok? Szóval drága lenne, de hát jó minőségi kaja lenne benne, szóval írjátok meg, hogy eljönnétek-e. Kipakolom. Igen, ebből ami most igazából érdekes, az, hogy hány magom van 10 darab. Na jó, azért attól nem esünk hasra.
Gyorsítani kell a mag termelést. Tényleg ezt... Várjunk csak, mindjárt még leütem, aztán megnézek valamit. Hát ugye ilyen pakokban azért mindig nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak szídet csinálni. Van ilyen backplant 300... Ah, tehát ez annyi, hogyha... Igen, tehát ez csak ilyen tároláshoz jó, meg ugye ültetést gyorsítja. Transmutációból visszafele tudnánk csinálni. Mm-hmm. Tehát, hogy dörtből tudnánk szitálni még magot. Azt mondjuk lehet, hogy nem hülyeség. Market eladni egy rankért ad egy magot. Ja, hogy ez így működik, hogyha nincs magod, akkor felhasználhatod a nyereményeidet, úgymond. Ez tök jó. Coco beans, ebben nem megyek sokra. Az, hogy ledarálom, az sem. Na, ez az isolator, ez a Pythagonek, akármilyen isolator, ugye ez már érdekesebb, mert ez a magból csinál magot, tehát 125% mellesleg vítet is, de hogy az energiával, meg egy-két rich pitogróval megy, hát ezzel az a baj, hogy mondjuk szaladoszt, az nem nagy kunsz, nitrát, saltpeter, szóval ez egy kicsit érdekesebb, meg a rich slag. Tehát nem olyan egyszerű csinálni, de úgy tudom, hogy enélkül is megy, ha talán nem, de lehet, hogy tévedek, csak hogy úgy lassabb. Factorize, sawmill-lel megint lederáltunk. Mi az a növelő, mi az a kosé, vagy hogy hívták? Kosé, az valami immersive engineer-es, az nincs, az egy kicsit gyorsabban tudta növelni, immersive, aha, és itt volt az a, nem a ballon, valami kosé. Garden Cloché. Mi ez? Treated Wooden Plank? Ó, jó van. Tehát ilyenünk most nem lesz. Ilyenünk most nem lesz. Oké. Okay. Hát ugye van még a hagyományos megoldás. Azért itt van egy-kettő bone mealünk. Tehát hogy látjátok, hogyha itt most... Ja, hogy ezzel elméletek le is tudom... Nem tudom, ilyen jobb klikkel leszedni. Ja, de. Tehát, hogy így, akkor azért bonmillel kicsit lehet. Tehát, ha bonmint felhasználjuk, akkor hát végül is. Bonmill azért az jött citálással rendesen, azt meg még tudnék. Ja, ez is valami. Na, mindjárt 36 mag lett, ami barátságosabb. Jó, menjek, mondjuk ilyenkor nem lehet lefeküdni, meg kell várni, hogy lejár. Azt hittem csirke. Szóval, ó, ez itt kit maradt? Ja, hogy múltkor tele voltam. Mi, amikor itt kit szedtem? 60? Honnan volt itt ennyi mag? Hoppá, hoppá. Na, és volt köztük egy Ender Lily, ami, hát ezt mikor ültettem el? 1 millió évvel ezelőtt, aztán alig nőtt ki. Szóval akkor a következő terv, hogy emellé csinálni még egyet, csak a magnak, aztán a csirkéknek is kell most már valami hely. Jó, haladjál, Zolikám, haladjál, hol van föld, földet keresek, nincs túl sok, akkor majd szedek, aztán felépítek, megcsinálom, jó lesz ez. Na, így ezt, hogy csinálom ezt a kis földet, ellenem megtámad egy zombi, de viszont adott lootbaget. Na vajon mi lenne a lootbagbe? Super special. Aha, tehát hogy ez kell. Giga pickle seed. Ezt ki sem tudom venni. Van csak a kézben tudtam. Na mindegy. Ja, olyan hülye vagyok, hogy kitöltöm ezt a lukat, de nem öntök bele vizet. Így persze, hogy rögtön beromlik a föld, amit meg csak mindegy, mindjárt alszok, azt folytatom. Na, most öntöttem bele a vizet azért így, mert több értelme van. Nem tudom, mi az, hogy ilyen két grass path... Ja, hogy először grass path-ot csinál, mert ez egy ilyen fura szerszám, ugye? Nem igazi hó, de van benne hó is. Ez meg mi? Ha, mocsok. Na hát azért szépen lassan nedvesedik. De azért talán nedvesedik. Pedig ugye mindegyik irányban 4. Ja, jó csináltam ezt, csak... Valahogy így nem akar olyan gyorsan, na mindegy, elültetjük azt, amink van. Aztán várunk, hogy jól kinőjön. Na várjatok, van itt watering can. Ojjoj. Ojjoj. Na, nem. Nem, ez nem olyan egyszerű. Leadunk van. Fertilizer. Ó, jó van.
tudják ezek, hogy mi ezt, ezzel jól tudunk növeszteni, aztán megváltoztatták, hogy nem tették túl elérhetővé. Ugye inférium ingot, ilyet tudunk csinálni, mert jelen prosperity shardunk nincs. Azt viszont tudná, endstone-ból, csak endstone, persze. Viszont nedőrek, várjál. Nedőreket tudunk szerezni, akkor lesz ilyenünk. Jó, inférium essence, nem láttam nagyon inférium essence-et, az honnan lehetne vajon? Vajon azt is szitálni lehetne? Azt növeszteni lehet inférium seedből, de ugye ezeket akkor szokták dobni, hogyha megölünk valakit, és nem nagyon dobott. Tényleg mi ez a heart? Ezt most meg kell menni? Nyam. És nem lett több szívem. Azt hittem, hogy egy ilyen sárga szívet növeszt. Jó. Tehát akkor nem tudunk most csinálni olyat, csak közben ez itt még be. Hogy így külön vannak a földek? Annyi három helyet foglaltak. Na, szóval ez itt növegett, ugye 64 az ennyire volt elég, de miket mondtam már itt, hogy ezek még nem nőttek fel. 71%-os még nőnie kell. Szóval lényeg, hogy a csirkéknek a kaja az növekszik, akkor lehet a csirkéket is letenni valahova. Na, vajon hova tegyem őket? Ugye, nem túl messzire vinni, viszont az a rész, az nagyon szét van szaggon. Hát mindenképpen földmunkálatokra lesz szükség. Ugye ez a hátránya a hegynek, hogy nincsenek olyan szép, nagy egybefüggő területek. Milyen jó lenne, a kolonisztak lennének, nincsenek ilyen, akkor már mondjuk azok nagyon nem építenek, de mi az a mine colony? Már nem hiszem, hogy ebben a pontekben van mine colony. Nincs szerintem. Azt láttam volna. Na, csirkeház. Akkor egy kis csirke ollat fogok tenni. Hát mondjuk, akár ide le. Ide lehozom a partra. Ide le fogom tenni. Nem tudom miért. Most, hogy ott tudom, hogy messze van, és fölöslegesen fogok mászkálni, de nekem ott most valamiért megtetszett ez a kis rész. Ugye ahhoz, hogy csináljuk, kell egy-kettő... Azt hiszem, hogy csak ilyen stickek kellenek, igaz? Mert hogy nekünk kell fence, semmi nagyot nem csinálunk, sima oak fence, meg egy-kettő gate, ami szintén ugyan ezekből van, csak más sorrendben, mondjuk kettőnél több nem kell. Egy egyszerű kis csirke körbekerített valami lesz, vagy legyen azért egy kis hely, ahol be tudnak ülni. Lehet, hogy örülnének neki, mégis nem tart semmibe, viszünk egy kis fát, aztán valamit kigondolunk. Na, itt közel a tóhoz, mégiscsak akkor legalább a csirkék is tudnak a kilátásba gyönyörködni. Mennyi hely van? Nagyon nem akarok én most alakítani. Egyszerűen meglátjuk, hogy mennyi hely van, aztán majd max átalakítjuk később egy kicsit. Ugye, jó, ennyi lenne, és akkor azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha lenne nekik egy kis, vagy kicsit nagyobb hegyke, egy kis éjszakára leülős valami. Mi az ez a... ugye kokpit, mármint ugye a kakasoknak az ülőke, azt hiszem így mondják angolul, magyarul nem is tudom, hogy mondják, kakasülő végül is. Ide a sarokba lenne nekik egy kis hely, hát ez nem túl sok, vagy legyen akkor ez ilyen szélesebb, hogy ez egész legyen. Ja, itt egy kicsit arrébb megyünk. Tudom, hogy van célszerszámom, akkor nem tudom, miért kézzel csinálok mindent. Na, tudom, az így sok már, legyen három széles azért. Jó van. Az, hogy így nagyon rátettem erre, az azt jelenti, hogy nagyon nem is kell ajtó, mert hogy beugrok majd, de azért kell ajtó. De a szélére, lehet, hogy ide a legszélére teszek. Ez nem ajtó, nekem ez az ajtó kell. A csirkék meg a lasszóban meg hogy unatkoznak? Mi mindjárt kiengedjük őket, mindjárt ide is teszünk egy ajtót, hogy erre is lehessen kimenni. Jó, egy kis pozsem, jó, hát igen, innen majd be tudnak ugrani. Nem a csirkékkel van baj, mert azok nem tudnak szerintem kimenni, hanem hogy az ilyen csúnya állatok bejönnek majd, valahogy megoldjuk azt, és egyelőre mi lenne, hogyha lenne egy ilyen kis házikószerű valami. Most azt csinálom, hogy előbb megépítem a házat, azt majd utólag kap
kap egy kis javítást, mert már nem tetszik, már nem tetszik. A javítását azt értem, hogy ugye biztos, hogy kell nekik ablak. Mert hát azért jó, tudom, hogy a csirkeablakban nagyon sok ablak nincs, de azért nincs, mert lóbacsatesek, de ez azért nem lesz annyira lóbacsates. A szélére ugye nem is ablak lesz, hanem mi lenne, hogyha ezt így egy kicsit így megcsinálnánk, mert így akkor mégiscsak kilátnak, mindjárt lesz tető, idehozok üveget, aha, és akkor csak sima kis kinyúló tető, jó, aztán hozok majd nekik vizet, hol legyen vízük, ugye szeretnek ők fürödni, vagy tényleg legyen ilyen kis ülőke valahogy, ez nem jól néz ki, nem úgy néz ki, hogy én gondolom. Ja, így leteszem, tehát nem tudom így összekötni, igaz? Nézd, este van, azt mondja, hogy csak este tudok aludni. Na jó, pont most tudok aludni. Jó, van, nem szóltam. Ahhoz, hogy kicsit kreatívkodjunk, kell néhány dolog, mert lehet, hogy a trap az jól nézne ki, hogyha rátennénk, tudjátok, úgy a szélére felnyitva, mondjuk egy 12-t, vagy pedig egy sima half slabet néhányat, ugye azt is viszünk, aztán megnézzük. Nálam van ez, meg ez is. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ide való-e, mindegy, jó lesz ott. Ugye rá tudom erre tenni a halpszlebet, aha, és akkor így, ez ilyen kakasülőnek, vagy nem olyan jó? Mert ugye az lenne a lényeg, ha ide teszem, hát ugye itt is jó, hogyha ugye, nem rossz. Tehát itt ücsöröghetnek a kakasok, vagy hát a tyúkok. A tyúkok szeretnek ücsörögni, azt tudom. Tehát itt felül is, meg alul is. Nézd, ott felül tudnak ülni. Itt meg esetleg. Hát ez nem is kell, látod. Mi lenne, hogyha ez itt nem is lenne? Ez ide nem is kell. Csak így. Így egy jó kis ülőkéjük van. Aztán valahol, hát akkor lehet, hogy ide teszek, vagy itt a bejárat van, a bejáratot mondjuk bármikor alulra át tudom tenni máshova. Teszek nekik ide egy kis vizet. Mondjuk 3-at, mert hogy ugye Minecraftban 3 az igazság, mert mint hogy ugye akkor örök víz lesz. Jó, hát igen, meg csinálunk tetőt. Kérdés, lehet, hogy ide kellene egy kicsit magasabb. Mondjuk nekem nem tudom, hogy tudtam felugrani. Mellesleg. Nem kéne valami izének lenni? Korlátnak, hogy én nem tudnék ilyeneket, de fel tudok ugrani. Jó van. Na, szóval a csirkéknek akkor így lesz. Pont jó helyen van az ajtó. Tető. A tető meg mi lenne, hogyha megnéznénk az új fánkat, hogy abból milyen, hogy néz ki a slab. Itt. Őrá gondolok. Mert hogy az jó lenne, hogyha ez végre más színű lenne, nem úgy, mint ennek a háznak valahogy. Hát nem nagy különbség. Még biztos, hogy kell. Na hát, más színű. Én a sötétebb tetőt jobban szeretem, de. Ja, azért kell egy kis kinyúlás, mindenképp nyúljon ki. Azért, ez egy luxus csirkeol. Jó, mindjárt kaptok vizet is. Nem is el is lehet engedni. Pi. Most, hogy kinyitottam mi, most kezdek el pakolgatni. Ez jó ötlet volt. Lehet, hogy majd egy kicsit még nevelünk a méreten. Gyertek. Jó van. Mert hogy így lehet, hogy errefele majd még egy kicsit feltöltjük, aztán több helyük lesz. Szóval így ki tudnak jönni a napra, hogyha ez kell, ott tudnak pihenni, meg aludni. Mondjuk még azt lehetné ezt egy kicsit beljebb csukni, nem? Nem. Mert hogy ugye azért úgy egy kicsit jobb, hogy bemennek. Na mindegy, ott most ki is tudnak menni. Hamar hozok üveget. Na, itt is az üveg. Tak. Hoppá! Ja, ebből most megint ilyen üvegszilánk lesz. Ja, jó van. És hozom a vizet is nektek, nehogy itt le tudjatok fürödni. Na. Nézzétek, már úsznak is, jaj, de imádják a vizet. Egyik ott hátrament, szuper, aki akar úszkál, aki akar hüssöl, aki akar kotlik. Na akkor, hát a kaják azok nem nőnek olyan gyorsan, mint ahogy én építek. De azért van néhány,
És megeszed? Nehogy meged, várj, akkor inkább ilyen stickkel ütöm ki. Azzal meg nem tudom kiütni, de érdekes. Ővel ki tudom? Ővel se tudom kiütni. De ezzel, ja már, hogy ez nem nőtt meg. Ja igen, akkor mégis se ki tudom ütni a stickkel is. Ja. Tehát, ha jobb gombot nyomom, akkor amelyiket lehet, az kiüti. Ja. Bármivel igazából, ez nem az stick miatt van, hanem bármivel kiüti. Hát két magot adott, ennyit növeltem, szóval inkább most még keresünk egy kicsit, hogy legalább azért mindegyiket meg tudjuk etetni, szegény csirkék, ott éheznek. Na mi van, nincsen több mag, csak kettő, senki nem ad magot, adjatok már magot. Ja, van, hogy így kiütöm, és akkor egy félre dobja. Tehát nem oda dobja, ahol éppen állok, és ezért van ilyen, hogy utólag veszem észre, hogy ott marad. De érdekes. Na, erre is figyelni kell, viszont most már van elég magom ahhoz, hogy megetessem a csirkéket. Nekem is majd ennem kell, de az nem érdekes. Hű, gyertek, oké. Okay. Egy, kettő, ott a láv már megvan, ott a mind a négyet megetettük. Jól van, jól van. Be is nézünk, én be tudok ugrani, ti nem, be. És a kis csirkék is megvannak, szuper, jönnek a csirkék. Tollat még nem dobtak. Meg kell ölni hozzá, nem akarok csirkét ölni. Viszont találtam még két Ender Lilit. Jó van, bár ezekből se lesz Ender Pearl. Ender Pearl az baromira jó lenne, az nagyon jó. Amit viszont nem használtam fel eddig, ezek a kukacok. Az azt hiszem, hogy 3x3-at javít. Várj, ezt ki kell ütni és úgy letenni. Ja, pont olyat ütöttem ki, ami épp, hogy majdnem kinőtt, nem? Baj. Viszont úgy alá tudtam tenni, úgymond. Akkor itt is kilök egy olyat, ami már azért nem sokat nőtt még. Na, elméletileg azok ott jobban fognak nőni. Azért vannak ilyen etetők. Plastikhoz mondjuk szerintem nem olyan nehéz csinálni. Iron tin, igazából purple. Szerintem ezt is meg tudnánk. Egy kis kereséssel megoldhatnánk. Animal feeder, az megoldható. Dark oak wood planks. Csak a dark jó? Ja nem, bármelyik jó. Oké. Ez sem vészes. Black quartzunk szerintem van. Ja, hogy ehhez már kell egy ilyen. Tehát nem annyira lehetetlen egy kis etetőt csinálni. Jövök. Elfekszek aludni. És akkor a csirkén gyorsabban nőnének. De ami a fontosabb, most, hogy így kialudtam magam, hogy ilyen kollektor, milyen kollektorok vannak, várjatok, ami így összegyűjti. Aha, hát ugye a kollektorokkal az a baj, hogy általában enderpörlösök. Általában mindegyik enderpörlös, hogy ja, lehet ám, hogy a feladatok közt majd egyik oda vezet, de az a lényeg, hogy enderpörl kell hozzá, és hát ugye az nem túl jól áll. Enderman testénként szoktam látni egyet-egyet, nem tudom, hogy ez szabadna-e. Oda néz. Az első toll, de jó, mennyi kell nekem, vagy négy mi? Mert ezt az egészet nem másért csináljuk, mint azért, hogy egy ilyet csináljunk. Várjál, az lehet, hogy sok lesz, de egy sima arrowhoz elég egy toll. Akkor irány. Tehát flint, stick és tojás is hozzám ragadt, vagy mi volt ez a pikk? Ja nem, hogy ő dobta le, akkor ezt is. Tojást is. Né, csukodj már be. Azt is összeszedtük. Szuper. Közben így gondolkodok, hogy a másik lehetőség az, hogy telíteni az alját izével. Hopperrel, azt tudom, hogy az összeszedi, de hát az jó sok hopper lenne. Nem azért, mert nem tudnám megcsinálni, amúgy meg tudnám csinálni, csak közben leszedem azt is. Csak hogy minek? Mármint, hogy néznek inkább, azt mondom. A szitálásból jött flint dögivel, mondjuk így, szép szóval, és akkor hogy volt? Flint, stick, meg egy ilyen, és a négyet is kaptunk, de jó, az olyan elég lesz. Vagyis volt ez, ilyet akarunk csinálni. Egy is elég. Na, ide gyorsan. Most teszünk, várja. De érdekes, hogy mennyi Hunting Dimension frame van. Na, elméletileg ugye nekünk van 12 kell.
Aha, kezd alakulni, mindjárt kiderül, hogy tényleg jól gondoltam. Mert elméletileg azt mondta, ha jól emlékszem, hogy úgy működik, mint a rendes portál. Itt nem írja, de hogy azt gondolom, vagy valahol más összekevertem valamivel, nem baj. Szóval ez itt egy tökéletes hely lesz neki. Tehát tek-tek, itt is mondjuk három magas, ott is három magas. Jó, össze tudjuk kötni. Van annyi, hogy meg még egy, így, ni. Na, azt írja, hogy karddal a kezembe kell ütni valamit. Jó, hát ez ezek szerint ez nem kard, hát jó, ezzel nem tudok nagyon egyet nem érteni. Mi kell a kardhoz? Kell egy kis iron. Vajon nem kellene nekem egy kis pajzs, mielőtt tehát megyek? Lehet, hogy ez nem lenne hülyeség mi. Na nézzük, csak a pajzsok, azok, ez meg talán kevés lesz. Na várjál, nem így van a sisak? Valahol lemaradtam, vagy? Na, nem így. Hoppá. Én nem tudok armort csinálni. Ajaj. Sejtem már, mi lesz, sejtem. Nem erre gondoltam. Tehát Iron Helmetből lehet csinálni. Oké. Ez abszolút make sense. Ki lehet javítani, vagy ilyen nagyon furcsa dolgokat kell csinálni. Lead Helmetből lehet csinálni Iron Helmetet. Nickel Helmet. Chain Helmet. Ó, gyerekek, ilyet nem fogunk tudni. Szóval valószínűleg, hogy valami más van erre kitalálva, hogy ne nagyon tudjál helmeteket csinálni. A Diamondot, ja, mind ilyen nagyon, nagyon-nagyon fura, és hogy egymásra kell. Jó, ezt majd mindjárt belenézek. Biztos, hogy a izék közt van ilyen feladatok között, de most igazából nekünk most nagyon gyorsan kell egy kart, hogy át tudjunk menni, aztán meghalljunk. Na, nincs szándékomba meghalni. Mit írt? De várjál, nem kaptam meg a... Ja, majd 14 kell. Ajaj, na várjál. Akkor ezt most mindjárt kijavítjuk. Igen, mert az arról ez megvolt, tehát ez nem gond. Na most? Ó, király! Tehát akkor teljes blokkos lesz. Mégis maradt kettő. Nem tudom. De nem is működik. Hol hagytam ki? Ja, de működik. Hoppá, ajaj, oha, hello, nem biztos, hogy ez olyan jó hely így armor nélkül, mert hogy azok az íjászok észrevesznek, azt elkezdenek lőni, mint az őrült, nekünk is annyi, mert most itt téged oké, hogy téged elkaplak, szegény villager, de jó van, ez rendben van, viszont ő velük mit csináljuk? Enderpearl, de jó lenne Enderpearl, de... Oké, már észre is vett, szuper. Na, várjunk, visszamegyünk, aztán megnézzük, hogy működik ez. Behúztam a rewardot. A következő az lesz, hogy öljek meg zombiból egyet. Skeleton, Creeper. Skeleton már öltem meg. Golem. Az oké, mutass nekem valamit, hogy hogyan védjem meg magam. Shifterek azok vannak, ha ezeket megöltem, akkor ilyen kanisztereket, oké. Tényleg Iron Mesh-et még le se hívtam, jó, ügyes voltam az Iron Mesh-ér, de hogy igazából ennyi. Csenna sok segítség. Na azért még annyit hadd próbáljak ki, hogy azért meg kell ölni egy... Mi is az őrült? Ez a robbangatós Creeper. Azért nézzük már meg, most itt új nap van, éppen felkeltem, kard a kezembe, átjöttem, szóval hol egy Creeper? Ott egy Creeper. Tudom, most így elkezdenek lövöldözni, lehet, hogy meghalok, most úgy készültem, hogy nem baj. Nézd, mennyi csirke! Hoppá! Ez... Jaj! Arra nem gondoltam, hogy csirkék azok nekem jönnek, mindeneteket! Azt a mindeni. Vércsirke, majd meghalok. A csirkék öltek meg, te jó ég. Nézz elő utánam. Hajs, menekülés. Érdekes, hogy arrafele nem spónolnak, csak egy irányba. Most egy kicsit töltődök, várni kell. De hát ez durva volt. Na, észrevett a démon csirke. Ott is észrevettek, szuper. Akkor nem várunk tovább, gyere. Ennyi?
Jó van, azért adhattál volna valami érdekesebbet is. Szóval itt azért van akció. Creepert nem találok, olyat, akit el is tudnék kapni, mert ugye ezt meg kell lőni, nem szabad, hogy felrobbanjon. Hey, Creeper! Mondjuk ez olyan fura, ezt nem lehet, hogy valami... Ne állj meg! Na most ezt figyelj, lelő... Jó, tudom, az meg megtámad, persze. Ne robbanj! Nem tudom, gyerek, nem tudom úgy megölni. Ezt tudom, hogy ez meg valami haláltehén, mi? Az hát, ilyen utánam. Hát ezt a creepert nem tudom, hogy ott vannak kette. Viszont már sokan lőnek, az a baj. Gyere, creeper, gyere. És felrobban. Amúgy ez most veszélyes volt, mert hogyha a portált kinyírja nekem, akkor ott szívás van. Mi lenne, hogyha visszamennénk? futás, nem tudom, hogy átjönnek-e. Volt-e, hogy átjöttek, ugye? Mármint, hogy nem tudom, hogy ez a portál hogy működik, de a sima Nether portálon átjönnek. Viszont van egy begünk, ami azt mondja, hogy Nether Quartz, az mindig jó, hogy zombi szív, huppa, még egy blueprint, Shredder Red Rib, az igen. Tehát ez a, mi ez? Az a borda, ugye? Kaptunk finom bordát, gondolom meg lehet enni. Na, én ezt most egy kicsit hagyom, majd utána nézek, hogy hogy lehetne felerősödni, majd leszedem a vítet, nézzük meg a csirkéket, mert előbb már voltam úgy, és körbenéztem, hogy szépen dobálják a tojásokat, hát csak most csak egyért jöttem. Etetni még nem lehet szerintem, mert ezek olyan picik, ez nem érje. A picik még nem nőttek fel, ez még 4 perc, de lehet, hogy a nagyokat már meg lehetne etetni. Mindjárt jövök. Találtam azért itt magot. Gyere, egy. Aha, most már újra lehet etetni. Még egy. Így, szépen megetettem. Összeszedem a tojásokat, aztán meg az XP-ket, és megint vannak kicsik. Jól van, azért ez be fog indulni a termelés is most már, ezt a 23-at, amit így meg megtaláltam, akkor ezt is így szépen ide teszem. És ezek is ki fognak nőni, akkor meg lehet, hogy nyitok még egy farmot amúgy ezekből a magokból, aztán így most végig is automatizálás nélkül is akkor idővel elég sokat tudnak leszedni, mert látjátok így már, így, hogy akkor a folyamatosan valamelyik benő, nézd, ott is megint megnőtt egy szuper, ja, az ilyen világosabb, ilyen szárazabb színű, hát téged is leszednek. Na, de eddig tartott a mai rész, örülök, hogy velem tartott, ez egy kicsit ilyen mezőgazdás, csirkézés, farmerkodás volt, ja, meg persze a bénázása a Hunting Dimensionnel, de azt is valahogy fel fogunk fejlődni, csinálunk valami jobb kardot gyémántból, vagy nem tudom, megnézzük, hogy milyen feladat viszel oda. De örülök, hogy velem voltál, nyomj egy lájkot, ha tetszett, egy diszlájkot, ha nem tetszett, írd le a véleményezet, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!